Az Egyesült Államokból ma hazaérkező Mesterházi Attila nélkül nem akar dönteni a párt Simon Gáborról. A pártelnök megérkezett, az elnök helyettesnek pedig lehetősége lett volna személyesen kifejteni az álláspontját. A szocialista párt székházában a döntéshozók az épület előtt, Balogh Judit, őt kapcsoljuk most. Szervusz Judit, jó estét! Simon Gábor végül meg sem jelent a megbeszélésen. Milyen döntés született nélküle? Szervusz, jó estét kívánok a nézőknek! Tulajdonképpen nem is a párt hozott meg egy döntést, hanem Simon Gábor maga döntött, és ezt egy közleményben írta le. Úgy döntött a képviselő, hogy lemond minden pártbéli tisztségéről, illetve jövő héten lemond országgyűlési képviselői mandátumáról is. Ezen a bizonyos bankszámlán lévő 250 millió forinttal kapcsolatban ő azt mondta, hogy ezzel teljes mértékben el tud számolni, és egyébként azt is mondta, hogy ő vétlenül hibázott, amikor több éven keresztül ezt nem tüntette fel vagyonnyilatkozatában. Az elnökségi tagok közül többen is kijöttek azóta az ülésteremből. Szanyi Tibortól megkérdeztük, hogy szerinte, hogyha el tud számolni a pénzzel Simon Gábor, akkor vajon miért mondott mégis le? Szanyi Tibor erre azt mondta, hogy szerinte azért, hogy itt a kampánynak a közepén ne terhelje ezzel a pártot. Mesterházi Attila is kijött már az elnökségi ülésről. Ő azt mondta, hogy ő tökéletesen elégedett ezzel a válasszal. Neki elég annyi, hogy Simon Gábor áll minden vizsgálat elébe, és hogy azt mondja, hogy el tud számolni a pénzzel. Mesterházi Attila és Simon Gábor egyébként személyesen beszéltek egymással. Mesterházi Attila a pénz eredetéről csak annyit mondott, hogy Simon Gábor neki azt mondta, hogy ennek semmi köze nincsen a pártbéli tevékenységéhez, tehát valószínűsíthetően még politikusi tevékenysége előtti időszakból származik ez a pénz. Egyébként az MSZP-s politikusok közül többen is azt mondták, hogy a párt ezzel lezártnak tekinti az ügyet. A szó a stúdióé. Köszönöm szépen, Judit, hogyha szóra tudsz még bírni kilépő elnökségi tagokat, akkor számítunk rád majd 3/4 hétkor is. A Fidesz szerint a Simon ügy kapcsán a legfontosabb kérdésekre még mindig nincs válasz. A párt közleményében az áll, továbbra sem tisztázott, hogy honnan vannak a 100 milliók, illetve hogy mit és mióta tudott mindenről Mesterházi Attila.